Sziasztok! Az előző hetekben beszereztem pár holmit, és mivel az előző videónk eléggé tetszett nektek, és azt hittátok, hogy legyen még több ilyen, ezért arra gondoltam, hogy megmutogatnám nektek azokat a dolgokat, amiket vettem. Amint a címből is láthatjátok, én is tartottam egy kis glamour napi bevásárlást tegnap, viszont nem csak azokat a dolgokat fogom megmutatni, hanem azokat is, amiket még korábban vettem. Ugyanis azon gondolkoztam, hogy én sokkal jobban szeretem az olyan hol videókat, amiben nem valamilyen rendelős oldalról mutatják meg a holmiaikat az emberek, hanem mondjuk Houndenből, vagy Zarából, vagy Stradivarius, vagy bármi olyan helyről, vagyis ruhaüzletből, amik itt Magyarországon is elérhetőek, és így el tudok menni, felpróbálni, megnézni élőben, hogy jó ez adott ruha. Szerencsére most ügyes voltam idén, és nem szartam el a pénzemet semmi olyanra, ami úgymond felesleges lett volna. Szóval írtam már korábban egy listát, hogy mire lenne szükségem, és azokat így pipálgattam ki folyamatosan, úgyhogy most túl vagyok a nagy tavaszi bevásárláson, megvan mindenem, amit akartam tavaszra beszerezni, és most kicsit hátradőlhetek, mert tényleg egy vásárlás nagyon választó tud lenni. Azért amúgy rájöttem, mert nem csak folyamatosan mászkálsz, ami fizikailag is megterhelő, hanem az agyadat is lefárasztja mindig keresni azokat a dolgokat, amik tetszenek és amik jók lehetnek, és bemenni még ide, meg oda, meg fejben tartani, hogy mire van még szükséged. Szóval szerintem egy vásárlás az egy nagyon fárasztó program, úgyhogy tegnap, hát főként tegnap szörnyű volt, órákat álltunk sorban. Én nem tudom, hogy mi lesz itt még a hétvégén, mikor főként akkor mennek ugye az emberek vásárolni, főleg ugye a glamour napok miatt. Tehát mindenkinek szerencsés vásárlást, és mutatom, hogy én miket vettem. Amúgy bocsi, hogy a fejemnek az egyik fele sötét, de nekem nincsenek ilyen menő fényeim, mint Panninak, és ezért így az ablak alatt ülök, úgyhogy próbálok így erre fordulni, hogy lássatok, de sajnos ez a minőség így most nem az igazi. Szóval a legfontosabb volt nekem, hogy találjak egy magas sarkú szandált, ugyanis most lesz a ballagásom, és a szalagavatomra vettünk egy magas sarkú cipőt, csak hogy azt sikeresen rossz méretben választottam, nem is arról van szó, hogy kinőttem, hanem a boltban a 39-es a lábam, és a 38-as méret volt ez, amiből nem esett ki a lábam. Gondoltam, hogy jó, az jó lesz, és a szalagavatómon, mikor 2 órát kellett abban a cipőben lennem, én tényleg azt hittem, hogy meghalok, teljesen szétnyomta a lábamat, úgyhogy sajnos ez viselhetetlenné vált nekem így most a ballagásra, és úgyis áprilisban már jó meleg lesz, most így április végén, úgyhogy ezért beszereztem egy magas sarkú szandált. Mégpedig ezt a cipőt a Deichmannból, aminek, amit látjátok, vastag sarka van, és ilyen jó kis szandál. Szerintem bevágok majd nektek ide egy kis képet róla, hogy néz ki hordva. Nekem nagyon tetszik, mivel a vastag sarka miatt ebben biztos, hogy nem fogok elesni. Már tegnap is itthon járogattam benne, de nagyon-nagyon egyszerű a járás, úgyhogy ezzel nem lesz szerencsére problémám. És a másik, ami nagyon tetszik benne, az, hogy nem annyira elegáns. Szerintem, mivel fekete, mondható elegánsnak, szóval a ballagáson megállja a helyét, de közben nyáron is simán egy buliba, vagy akár egy jó kis eljárogatásra fel tudom majd venni, és így nem annyira lesz, hogy ballagás, aztán bekerül a szekrénybe, és nem hordom majd a, nem tudom, diplomaosztómig, úgyhogy ezért gondoltam erre, hogy ez nagyon kis hasznos cipőcske lesz. Aztán a másik dolog, amit már nagyon régóta akartam, az egy fekete bőrcseki, és most leszpoilerezem majd a következő hol videónkat, ugyanis abban megint egy rendelős oldalt fogunk nektek bemutatni, és oda arról én rendeltem, ugye azokat ingyen küldik ki, ezért gondoltam, hogy jó, próbáljuk ki egy bőrcsekit, fekete bőrcsekit, nagyon-nagyon régóta akartam, ugye, és olyat küldtek ki, hogy hihetetlen szörnyű. Úgyhogy nem mondom el, hogy miért, majd azt elmondom abban a videóban, ami szerintem áprilisban majd megérkezik nektek, vagy május legelején, de szörnyű volt, úgyhogy eltöntöttem, hogy nem érdekel, hogy zsebpénzemből mennyit kell rá áldoznom, de veszek normális helyen valami normális bőrcsekit, mert tényleg ennél a minőség valamilyen szinten azért fontosabb, mint a legtöbb ruhadarabnál. Úgyhogy a Zarában vettem végül egy fekete bőrcsekit. Most persze most milyen fehér a fejem, mikor kitakarom az ablakot. Én a Zarában nem sokszor szoktam vásárolni, mert tényleg drága hely. Viszont bejártam minden üzletet, az Alléban voltam Budapesten, és nem találtam sehol fekete bőrcsekit. A Zarába bementem, ott volt 4 féle, voltak ilyen 40 ezer körüliek. Arra azt mondtam, hogy azért annyit nem adunk ki rá, de ez amúgy 15 ezer volt, és szerintem megértem, mert tudom magamról, hogy ezt évekig, sőt, 10 évekig fogom hordani végül is, egy fekete bőrcseki az annyira alapdarab, hogy nem fog kimenni a divatból, és már alig várom, hogy hordhassam, úgyhogy ennek nagyon örültem. Mutatom, amit még szintén tegnap a glamour napokon vettem. Az egy H&M-es póló volt, és ez volt az egyetlen póló még, amit vettem. Ez egy ilyen kis toppocska, ilyen nyári lenge. Azt tetszik benne, hogy amit látjátok, itt a nyaknál, nyakrésznél megy föl
a kis pántja, és hátul pedig így be van csavarva, azt nem tudom normálisan elmagyarázni, de úgy is látjátok, szóval nagyon tetszett, hogy ilyen kis lenge, egy fekete ujatlan, tök egyszerű, bármi ezt fel lehet venni, és ugye H&M-ben volt kupon, tök olcsó volt, úgyhogy ezzel úgy voltam, hogy nagy ilyet szeretnék. Szintén tegnap a DM-ben vettem 3 sminkterméket, ugyanis szintén nem reklámként mondom nektek, hanem csak azért, hogy hasznotokra váljon. A DM-ben most a Rimmel, a Max Factor és a Maybelline termékekre van 50% kedvezmény bármelyik termékre, szóval, hogy egy darab rimmeles valamit kiválasztasz, és arra 50%, és ez szerintem azért is hasznos, mert hogyha abban a pillanatban éppen nincsen szükségetek mondjuk új szempillaspirálra, nekem például még az előző szempillaspirálomból van egy kevés, de úgyis el fog fogyni, és akkor meg most tök jó, hogy fele annyiért megvettem, amit alapból megvennék, mert hát a sminkek ugye azok csak fogynak, és úgyis megveszi az ember, szóval ezért gondoltam erre, hogy hasznos lesz, és pont ezért a Rimmeltől megvettem. Ez a szempillos spirálom van most is, és hogyha elfogy, akkor itt van már a következő. A narancsárga fekete kis tégelyben van, és igazából nagyon szép mutam. Ilyen nagyon, itt a bőrömnek mennyire jól látszódik, szóval ilyen nagyon vastag kis spirálja van, és én pont az ilyeneket szeretem, úgyhogy ezért is, aki még az ilyeneket szereti, csak mondom, hogy ez nagyon jó minőség, és nem jön le meg minden, úgyhogy ez tényleg jó. Vettem a Maybelline-től egy alapozót, lehet, hogy ezeket is végül inkább majd bevágom, mert ez így nagyon nem látszódik, szóval egy sima alapozó, csak BB krémet szoktam felvinni az arcomra, alapozóm eddig nagyon nem is volt, viszont most úgy voltam vele, mivel a vallagás is lesz, mint mondtam, oda nem megyek semmi sminkeshez, hanem magamnak csinálom a sminkemet, és akkor több dolog miatt is jó lesz, hogyha van egy jó minőségű alapozóm. A húgomnak egy sötétebb árnyalata volt, viszont nagyon szerettem, mert ilyen folyékony, most ezt nem tudom megmutatni, de folyékony, nagyon lassan fogy, ahhoz képest, hogy amúgy nem olyan nagy tégely, és egyszerűen csak érződik rajta egy jó minőség, úgyhogy a húgom ajánlására ezt most megvettem, és hát ezt nem majd meglátjuk, hogyha bekerül egy kedvences videóba, akkor tudjátok, hogy bevált. És végül az utolsó sminktermék, amit vettem, az egy ilyen kis rúzs a Max Factortól. Azért ezt választottam, mert Panninak egy rimmeles rúzsa volt, amit a múltkor kipróbáltam, és ilyesmi volt annak is a vége, hogy valahogy így a szádra tök könnyen fel lehet vinni, mert rááll így az ajkadra. Nem tudom, hogy elmagyarázni, és ezért kerestem én is egy hasonló, mivel ez tényleg nagyon tetszett, amit Pannitól kipróbálhattam, és ez amúgy a 35-ös Classy Cherry, ami eszenszem volt, eszenszes rúzsam az olyan gyorsan lekapott, és itt érződik egy kicsit azért, hogy márka és márka között is van különbség, úgyhogy ezért volt jó ez a glamour napok, mert így viszonylag olcsónak tudtam venni ezt a 3 márkásnak számító sminkterméket. Most áttérnék azokra a dolgokra, amiket még 2 hete vettem. Azok közé is a legjobb, az egy óriási nagy táska. Jézusom, mekkora nagy a fejemhez képest, szóval ez egy H&M-es táska amúgy. Igazából utazó táskának vettem. Az Instagramon, aki követ minket, az láthatta, hogy voltam Litvániában 2 hete, és arra volt szükségem, mivel busszal mentünk, és na mindegy, nem volt ilyen nagy táskám, ezért szükségem volt egy olyan táskára, ami ilyen óriási nagy, mint ez, és hogyha nyáron is majd bárhová lemegyek mondjuk Balcsira pár napra, akkor nem kell egy sporttáskát meg bőröndöt vinnem, hanem ezt bőven meg tudom jól pakolni, szóval ilyen óriási nagy, és az a szuper benne, hogy itt van 2 csatja. Csak egy kis karizom, amíg összecsatolom, szóval, és így az a jó benne, hogy össze lehet csatolni, vagyis, hogyha, mit tudom, én a suliba túl sok cuccom van, akkor el tudom vinni ezt a táskát is az alapból kisebb sulis táskám helyett. Szintén 2 hete sikerült beszereznem egy napszemcsit, ami így néz ki, ez New Yorkeres napszemüveg, és én a New Yorkerben amúgy nem szoktam vásárolni, mert onnan volt még régen talán 2 ruhám, vagy 3, és mindegyik kiszakadt, vagy a mosásnál, vagy én fogalmam sincs, hogy csak hordtam, és kiszakadt, és akkor döntöttem el, hogy nem hiába olcsó nagyon a New Yorker. De nem is tudom, miért bementünk a múltkor a húgammal a New Yorkerbe, és ott találtam napszemcsik, nagyon jók vannak ott szerintem, és akkor valami 1300 vagy valami ilyesmibe került ez a napszemüveg, úgyhogy nekem nagyon tetszik, hogy sima, egyszerű fekete matt, és alul kicsit vékonyítottabb ez a műanyag rész rajta, úgyhogy nekem nagyon tetszik, és hát igazából a napszemcsiknél azért el kell találni az embernek, hogy mi az, ami az ő a fej formájához illik, de nekem úgy éreztem, hogy ez illik hozzám, és azóta már dicsérték meg, szóval akkor biztos illik. Az előző napszemcsimmel az volt a baj, hogy agyon karcolódott, úgyhogy eldöntöttem, hogy ennek muszáj lesz egy tokot vennem, hogy amikor a táskámban van, akkor ez ne történjen meg még egyszer.
és Litvániában is tartottunk egy kisebb vásárlást. Az tényleg pici volt, mert kettő dolgot vettem, azok következnek most. Az egyik az egy szintén Houndemes kis napszemüvegtartótok. Amúgy a Houndemes szerintem nagyon jó, azt hiszem, hogy háromféle ilyen szemüvegtartótok van, simán bele lehet rakni, és amit látjátok, ilyen kis fémes hatása van, ez nekem nagyon tetszik, de amúgy van fekete, meg ilyesmi. És azért veszem meg a litvániás dolgokat is, mert ugye Houndem, és már néztem itthon Budapesten is, meg akár magyarországi Houndemekben lehet kapni ezt is. Úgyhogy ezért is nem olyat mondok, amit itthon nem tudnátok beszerezni. Vettem egy szürke pólót, ami itt a vállánál ki van lyukasztva, vágva. Szóval aminek ilyen lyukas a válla, ugye ez most óriási nagy divat lett, hogy mindenki olyan pólót hord, aminek vagy így a válla ki van vágva, vagy pedig nincs is válla, és akkor így ilyen kis pán nélküli melltartó voltak jól el lehet hordani, ami nekem amúgy nagyon tetszik, mert szerintem olyan szép és nőies, hogyha valakinek kint van a válla. Végülis ez nem olyan, nem tudom, kihívó, hanem csak olyan kis szép. Úgyhogy ezért odáig vagyok ezért a pólóért, hogy a Houndemben iszonyú sok ilyen pólót lehet most találni, amik ilyen kis fákivágottak. Úgyhogy, na igen, nagyon-nagyon Houndem Máriás vagyok, de nem baj. Úgyhogy ezzel zártam igazából ezt a haul videót. Valahogy úgy érzem, hogy tök rövid lett, de igazából lehet, hogy már tök sok időt eldomáltam és tök hosszú lesz ez a videó, mindegy. Szóval ezek lettek volna azok a termékek, amiket én vásároltam így március vége és április elején. Mindegyik már olyan volt, amit elég régóta akartam, és nektek is azt ajánlom, hogy írjatok listát, mielőtt elmentek vásárolni, mert egyrészt úgy nem fogtok olyan dolgokra költeni, amire nincsen szükségetek, másrészt pedig nem lesz olyan, hogy úgy jöttök haza a vásárlásba, hogy rájöttök, hogy valamit elfelejtettetek, úgyhogy én mindenképp ezeket ajánlom. Na, ja, még két dolgot akartam gyorsan mondani. Az egyik az, hogy most már tudtak nekünk levelet küldeni Pannival, szóval, hogyha van bármi rajz, levél, valami mondani való, amit el szeretnétek nekünk mondani egy levél formájában, akkor a leírásban megtaláljátok a címet, hogy hova kell küldenetek. A másik, most már lehet YouTube-on szavazni, vagyis a videónál, hogyha felteszek egy kérdést, és megadok ilyen lehetőségeket, akkor választhattok, hogy ti mit szeretnétek jobban. Pont ezért arra gondoltam, hogy ennél a videónál vagy a tetején, vagy az oldalán tudtok szavazni, és a kérdésem pedig az, hogy nektek melyik videó tetszik jobban. Az olyan haul videók, amikor egy rendelős oldalról rendelünk Pannival, és azokat mutatjuk meg nektek. A másik lehetőség pedig az ilyesmi haul videók, amikor olyan dolgokat mutatunk meg, amiket itt Magyarországon vásároltunk, amiket ti is könnyen el tudtok érni, megtalálni. És hát nekem ez az utóbbi egyértelműen jobban tetszik, de nem tudom, döntsétek el akkor ti. Mind a kettő videó fajtában lesz még bőven, úgyhogy nem az, hogy most akkor az egyiket kitalálnénk, csak szimplán érdekel, hogy nektek mi a véleményetek, úgyhogy erre akkor szavazzatok, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok! A videót, jó? Jó. Besétálok akkor, jó? Jó. Várjál, nem jó, újra egy kicsit lejjebb rakom. Jó, most jöhet. Állítsam.